the Cursed Lands. A small group of islands so harsh and dry that their scorching heat drove them closer to the coast and the few oases that are scattered around the otherwise dead land. Centuries ago, they were at the heart of Maru culture, a place filled with scholars and farmers alike. But the constant exploitation of the land took its toll. Ja, Klau, a Company of Heroes 3 is persze, stratégia. These islands are now inhabited by all kinds of scavengers and thieves who feast on what once were thriving. Alulról majd azok nézik, akiket megölünk, Marci. Now, only salt lakes bear witness to the change these islands have gone through, as only ruins remain in the sand. Hát azt írtad, Klau, azt megrendelted te is, nem a Company-t. Asszem. A peaceful Maru village is being attacked by a large group of bandits, and the villagers face an overwhelming opponent. As countless lives are at stake, their outcry for help is being answered by their own leader and her new allies. But the bandit queen orders more aggressive attacks by the hour. Bandit queen. Only the sands know how this conflict will end. Na, itt úgy látszik, hogy kicsit komolyabb harcok lesznek, hogy kivettem a szavaikból. I just got word from one of our scouts. The attack has already begun, and most people have retreated to the outer areas of the island. If we want to save the settlement, then we need to help them defend it. We could also scout ahead to find an advantage. This may work a little while, but once they know we are here, a counterattack will surely happen. I'll make sure our people prepare defenses, but this is no easy task. We will need more time. My people are counting on us. We have to reach them in time. The lives of innocents are in grave danger. Okay, ezen már több harc lesz, ez biztos. Build warehouse close to Maru village. Maru village, oké. Okay. Nézzük csak. Doner Kebab, szia, üdvözöllek a csatornán, köszi a követést. Hú, reggelt. Körbejárok, mert határt kell megint. Aha, nézzük csak, ez a fa elméletileg... Már pálma van. Hát ez fasza. Na mindegy, csináljunk gyorsan akkor ekonomit. An ally is under attack. I've seen the entire village. It's quite amazing. Build warehouse closed Maru village. Aha, hát ezeket nem tudom megmenteni. Na, lodging camp kell nekem. Egyelőre a lodging campet azt ide behozzuk valahova, be a súcsnyásba. Oké, okay, csináljunk belőle szerintem kettőt, meg kell hozzá egy fűrész valamból, elég lesz egy. Egyelőre sima utat csinálunk, ez bőven fasza. Körülnézek erre, hogy mi a hely. Oh, itt a bánya. Megvan, hogy melyik irányba kell. Ott a Regrowing Forest, ide kell majd áttelepíteni a izénket. A favágósainkat később. Viszont így már fogjuk is tudni, hogy akkor ha ezt megépítettük, itt van kő, azt is oda is kell építkezni, ha ma erre majd körül kell nézni. Egy katonát elhozok erre, ha ma. Na, itt elég nagy bányák lesznek, ha jól látom. Azt mondja, gyorsan csináljunk magunknak. Ez így jó is. Ezt a területet fel kell ásni idáig a határt. Ugye valahova ide kell a maruknak csinálnunk egy izét. A Maru village-hez egy warehouse-t. Ó, itt majd tudunk... Ah, az nem is rossz.
De hogyha szállítunk be valami nyersanyagot, kapni fogunk érte Revárba folyamatosan 30 embert, az nagyon sok. Csak hát az kell infrastruktúra. Nézzük erre, mi van. Oké, itt vannak gyümölcsök, az tökéletes. Ezeket lebombázzák. Van ilyen. Na, itt hogy állunk? Itt már elvileg megy a termelés. Kell majd kőre is hama. Azt mondja, mi kell nekem? Query, mert ez felszíni. Hát egy darab elég lesz szerintem. Megnézzük. Megpróbálom, de... Ready to serve. Na ezt nem akartam, látod? Itt... Bazd meg, itt a határ. Erre figyelni kell, mert hogyha észreveszek, akkor lerohannak. An ally is under attack. Ready. Hűha. Itt a kanyon, ez a kanyon milyen jól néz már ki, nem? Ja, ezt a párat csak le tudom verni, mindjárt meglátjuk. An ally is under attack. Csak tudod, hogyha betámadnak, akkor nem tudom megvédeni magam. Csináljuk egy mentést szerintem. Lehet, hogy jobban járok. Ready. Hát, jó kanyonos pálya. Tetszik a pályadizájn. Azt kell, hogy mondjam. Jóféle. Oké, ez megvan. Ez kész jön, az a lényeg. Más nem számít. If there is a job to do, I can get it done. Erre gyorsan menjünk ásni. De rohadt messze vannak be. Na, itt elvileg megérkezek mindjárt. Csak ez már leég. Jó, közben csináljuk a What's the target? Dolgokat. Order received. An ally is under attack. Gyorsan a kőtermelés, fatermelés rendbe kell hozni. Ide majd mindjárt küldök ki embert, aki majd itt csinálja a felderítését a bányának. Kaptunk 10 szerszámot. Aha, várjatok, azt lehet, hogy akkor gyorsan megcsináljuk, hogy kell nekem a guild hall. Egy darab guild hall gyorsan. An ally is under attack. Utás! Bánya, ready? Itt is. Itt vastagon van bányos srácok, azt tudjátok mit jelent? Itt lehet termelni nagyon sok katonát. Itt is újra termelődős erdő, úgyhogy erre el kell húznunk a bázist. Hát vízpart az nincs, mert sziklás. An ally is under attack. Our army is under attack. Ez lehet, hogy így jó lesz. Oké. Okay. Megmentettem őket. Oké, minden jó. Ezt az oldalt kell majd védenem magam ezen az oldalon. Csinálok még melóst, hogy gyorsabban tudjak haladni.
Ja, várj, itt a part. Itt a part, úgyhogy ez is jó. Ide is kiásunk, mert akkor tudok kereskedni. Ó, igazából ez tök jó. Aha, és ott van a 50 darab aranyér, kapok 5-5 katonát. Akkor itt a felső részen meg gondolom hasonló lesz. Aranyat kell, a szamarakat be kell indítani minél előbb. Kell gazdaság. Gazdaság az menjen nagyon gyorsan. Csináljuk meg úgy. Ide. Ide. Ide, és akkor gyorsan csinálunk mind miatt. Ide, és akkor csinálunk még P-ket is majd, az is úgyis kelleni fog. Egyelőre ennyi elég. Beforgatjuk, várjatok, azt kéne csinálni, jó, úttal ez már körbe van véve, fasza. A mezőgazdaságot rendbe hozzuk, és akkor gyorsan szamarat elkezdem tolni. Ja, várjatok, nem jó, kelleni fog Forager Hunt, azt hiszem ez, ugye? Ez. Nem. Residence, ez az. Oda. Állj! Ne menjél sehova. Jó, ez felépült, király! Azt mondja, hogy ez közben... Hogy áll? Oké, gyorsan rekrújtolok. 10 melóst. Hát most fogy is az alapanyag rendesen. Nagyon gyorsan kőbányát kell találjak, mert hogyha elfogy az a kő, azelőtt elfogy a kő, mielőtt itt el tudnék jutni idáig, akkor az cumi. Minden rendben van, Klaukus. Figyeld, hogy pörget egy csávó. Mondjuk ez épp csaj. Nagyon poén, nem? Minden épületnek megvannak az animációi, és nagyon jók. Hát ez az erdő, ez elég hamar el fog kopni, ahogy látom. Erre itt nem mások határt, mert nem akarok beléjük ütközni. Aha, ide viszont kelleni fog, várjatok. De még ásunk tovább. Jó, szerencsére készül minden. Mindjárt lesz még emberem, mert kettő pihen, aztán hello, az kevés. Gaben egészségedre. Ezt is ki kell ássuk, ezt a partszakaszt itt. Hard work is good work. Kereskedő legyen egybe rakva minél előbb. Enemy in sight. Na, ezért kellett volna ott hagyni őket a picsába. Enemy in sight. Order received. Ez baj. Hát de akkora területet nem tudok mozgatni. Így már most beszoptam a faszt.
Na, ez a baj, jönnek tovább. Hát ez ennek vége is. Jó van, Genki, oké. Okay. Rendben van. Na mindjárt megnézem. Hát ez így bazdmeg lófasz. Nem vissza kéne a katonákat, ott rohadjanak meg. Megpróbálok majd visszajönni velük, hát az a baj, nem, ilyen, mert hogyha gyorsan ki tudnám építeni a hajókereskedést, ugye? Csak... És buktam az egészet, nem baj. Nem baj, de baj. Viszont akkor kezdek ezzel. On patrol. Majd mindjárt megcsináljuk. Tudtam, hogy ez lesz egyébként, hogyha elviszem minden a csapataimat, akkor biztos, hogy be fognak jönni, hát. Nem tévedtem túl nagyot. Ugyebár. Na, mi kell nekem, srácok? Kell nekem egy... ez. A stratégia erről szól. Ready for duty. Meg lehet ezeket is menteni, meg majd mindjárt itt belehúzok, azt jobb lesz. Ez lesz a szépsége a dolognak most. Standing by. An ally is under attack. Várjál, most hogy jobban le van égetve a hely, de hogy? Na ne égjen. Na nézzük, gyorsan, hogyha ez megépül, csinálom kell munkást és azonnal ásni mindent. Ezt ezt ki kell ássuk azonnal. Oké, a munkások már termelődnek. Oké, egy embert veszítettem, ott nem semmi. Mentek apránként, azt meglátjuk. De legalább támadnak, az nem rossz dolog. Gyorsan kell melós. Melóst akarok. Oké, kész. 10 mérnök, az kelleni fog. 2 mérnök pihen, de hogy pihen, mennek ásni. Oda. Ezt a részt is kell majd, mert ott meg van bogyó, van bánya, meg elfogyhatatlan fa. Donner Kepap, hello, hello! Oké, már is jó. Gyors, felfedezik itt a bányás részt.
Jó, gyorsan azt mondja, hogy van plusz emberem, 41-ig, az még készül. Be kell indítanom a farmot. Amit az előbb elbasztam. Elméletileg itt jó is. Enemy reinforcements arrived. Resources found. Visszajövöm a katonáimat. Mert most újból megtámadhatják őket. Resources found. Anno, ez volt az első játékom PC-n, Settlers. Aha, nekem is egyébként. Meg felfér talán floppy lemezre, ha jól emlékszek. Na, találtunk vasat, szenet, ez tök jó. Ezt ássátok ki. Alakul, alakul. Na, ott vagyunk a parton is, az is nagyon jó. Gyorsan kell nekem hadi kikötőhöz. Aha, kell Toolmaker. Azt lehet, hogy bepörgetek most ide egy Toolmakert erre az oldalra. Így jobban illeszkedik, így az fasza. Nemrégiben jelent meg a Pharaoh New Era, az is régi visszatérő. Az még jobban menedzsment játék, ugye? Elvileg a Prince of Persia-ból, ha jól tudom, csinálnak remake-et, vagy nem? Vagy már csináltak? Csinálnak. Na majd azt végigjátszuk, azt is, srácok. Azzal szenvedsz? Annyira szenvedős, vagy mi? Menjünk ásni. Visszavonom a haderőmet, aztán hogyha jönnek támadni, akkor nyakon vágjuk őket. Itt remélem ezeket békén hagyják. Abba bízok. Nice, ez itt megvan. Ezt a részt ezt itt még itt kiássuk, ha ma, mert ez kell nekem, ez az erdő. Jövök még ide is egy körre. Ezeknek mi baja van? No reachable deposit in your territory. És akkor ez mi a tököm, haver? Van meg. Our homes are under siege. Gyerünk! Bassza meg! Any orders? Picsába! Becsalom őket, rohadjanak meg! Most megszivatom őket! Gyerünk, fussatok! Pillanat! De ezt újra kell csinálnom, mert ha ez nem lesz kész, akkor bebuktam az egészet megint. Na parasztok! Most mutassátok meg, mit tudtok. Bazeg, épp hogy visszaértem. Roham! Mi a tapasztalat? Nagyon össze van rakva a játék, nagyon egybe van. Igazából csak jó tapasztalatom van a játékkal kapcsolatban most. Eddig, amit játszottam, nagyon... Hát ez nem igaz.
Kiirtja a mérnökeimet, ez a paraszt. Ne! Azt meg ez nem igaz. Én nem még egyszer nem viszek el a haderőt, az biztos. Szia Tibi! Enemy in sight. Azt meg rohan el, nézd meg! Oké. Okay. Innen még egyszer nem viszik el a haderőt, az biztos. Az 1000%. Jó lesz ez amúgy. Jó lesz ez amúgy szerintem, nincs ezzel baj. Oké, megy itt a termelés, gyorsan kell izé. Eszköz, gyártás, meg volt. Kell nekünk még egy eszköz, és akkor megvan a kikötő. Mindjárt intézek magamnak majd plusz haderőt. Addig, amíg az infrastruktúra épül, már így még nem tudok katonát gyártani. Oké, okay, zsír. Várjatok ezt a részt, ezt ki kell itt ásni majd. Itt feltártak mindent? Itt ennyi volt, ja. Két fájgó nem azért nem termel az előbb, mert az erdőre még nem terjesztett. Ó, bazd, de lehet, Laci, lehet. Mindegy, most már bejavítottam őket. De csak látod, például erre még nem tudok mindig visszaállni fejbe, pedig régen is így volt. De azért nem termelt, igen. De itt elpesz már mondta valaki. Harbor, na nézzük a harbort, azt mondja, be kell forgatni irányba, hogy jó legyen a harbor. Ez az-e. Hát a harbor. Oké, egyelőre ennyi, és akkor mindjárt csinálunk ide valami szamaras tudtot. Csinálok ide utat, és akkor a szamár az itt lesz, hogy közvetlenül össze legyen kapcsolódva. Oké. Okay. Kell majd kőbánya. Idáig ki kell jönnöm, mert szerintem itt lesz kőbánya. Meg sör is. Ami lehet abban igazatok volt, hogy megfogtuk az első támadást, és azóta ide nem jött senki, remélem ez így marad. Viszont csináljunk egy mentést, mielőtt bajok lennének. Oké, okay, nagyszerű. 40 emberem van, hát kellene még ember. És kell még rezidenciát építeni. Hát ezt mindegy, hogy hogy csináljuk szerintem amúgy. Miért nem tudok csinálni? Ja, elfogyott a kő. Na ez baj. Elfogyott a kő, az a szívás. Oké, okay, mennyi van még? 100 darab. Én a horgász, és akkor ezt meg kéne duplázni. Ez legalább kész van, az is valami. Oké, okay, gyorsan ide csináljuk azt, hogy beássuk magunkat. Minél előbb.
Hú, de nincs kövem. Azt mondja, hogy kell nekem majd ilyen fishing hunt. 6 darab van, akkor az 2 darab izével üzemelni fog faszán. A 6 darab az nem is olyan rossz. Oké, így zsír. Kellni fog meg, mert a malom elég gyorsan tud dolgozni, ami látom. Csinálunk majd ide mindjárt meg ilyen mezőt. Csak kell majd ilyen szamaras is. Hát kő, nincs kő. Ez ilyen. Kő az kő, ennyi. Gyors, hogyha rendbe tudom hozni azt, hogy aranyat tudok hozni, mert mondjuk szamarat tenyésztem, akkor onnantól kezdve 50, hát szerintem 10 perces lehet ennek a cooldownja. De 10 percenként 10 katonát tudok húzni, ez milli mind a kettő, az meg már jó. Ez IAS, ha minden igaz. Még hozzá a baszóbbik, ami drága. Meg akkor itt van még egy... Itt lehet, srácok, hogy nem is kell nekem saját katonát csinálni, mert... Itt kapok mindenből. Csak majd a határvonalakat itt is ásni kell tovább. Ide kéne valahol egy warehouse csinálni szerintem. Ide, mondjuk ide. Állj! Azt mondja, ez megáll, és akkor lesz kövem. 8 terszám tartalékba elég, több nem kell. Building not... micsoda? Nincs összekötve. Aha, majd mindjárt össze lesz. Azt mondja, kell nekem... A ranch végre. Hogy csináljuk meg a ranchet? Oké, itt lesz a ranch. Gyorsabb legyen a mók, én összekötöm ezt az utat még pluszba. Ez az. Light like a feather. Jó. Elhárítottuk a kezdeti nehézségeket. Egyelőre nincs mit eladjak. Milyen jól néz ki. Látjátok, ezt például már teljesen másik népcsoportok a cuccai, úgyhogy máshogy néznek ki. Kell a bogyó. Be kell mennem ehhez a erdőhöz. Ide majd kell csinálnunk egy újabb warehouse-t. Meg ide is kell. Elrendezésben egyébként ez talán jobb, mint az előző térkép. Enemy reinforcement erősítés. Le fognak rohanni szerintem, az a baj. Meglátjuk, de
Netes. Oké, kell a kő, gyerünk. Csináld ezt a szamarat, mert megdöglünk. Kell még farm. Kell még rezidencia is. Hú, ez itt jó is lesz. Hogy állunk itt? Fel kell deríteni, hogy milyen bányák vannak itt. Oké, és Illusion, jó pihenés neked! Szia, szia! Kösz szépen! Na, mit találtak? Na, itt a kő, gondoltam. Itt nagyon gyorsan ki kell jönni, mert... ezt bebusztoljuk. Most már elvileg van annyi halom a raktárba. 11, ja. Ide mindenképpen ki kell nagyon gyorsan jönnünk, mert... mert kell az a kő. Oké, ezt a szektor gyors beásom. Ennyi? The envoys asked me to wait right here. Ah, ez ennyi volt, oké. Gyorsan a másik oldalra is jövök. Mert itt is kell még ásogatni egy picikét. Enemy in sight. Az baj. Standing by. Az nagy baj. Enemy in sight. Húlanak az embereim, úgyhogy bele kell húzzunk. Csinálok egy decoyt. Hogyha lesz kövem hozzá. De lehet, hogy inkább csinálok ide egy tornyot. Oké, megy a boost elvileg. Kettes a termelés. Csinálok egy towert. Jelenni fog, már baj van. Egyszerű az élet. Két kőbányából mondjuk tudok majd dolgozni. Ez az. Oké, majd így. Alakul. Na, itt más nem kell ásatni egyelőre. Ide kéne valahogy kimenni. Elméletileg a kőbánya, ahhoz nem kell csak fa. Ja, megpróbálom úgy beporgatni, hogy jó legyen. Mondjuk erre.
here. Ja, majd ide valahova, ide csinálunk egy raktárat, mert itt még lesz fa. Csak az is kell egy csomó kő francba. Kész lesz ez a torony szerintem azzal, hogy már könnyebb lesz. Egy fokkal. Na, közben nézzük, csak elmehetek most már, kell, hogy legyen szamaram, van-ám. Oké. Megvan az első 150 pénzem, hozunk katonákat. Áll az égnek. 10 darab milli katona, az pont jó is jön. Kész van ez a cucc, ez addig megvéd. És akkor ide is kell még egy várhúz elvileg valahova. Hát jön majd ide. Áj, szia Magyarszki úr, jó reggelt! Nézzük csak, még egy warehouse-hoz mi kell? Kell még kő. 71 kő van még ebbe a kőfejtőbe, aztán kifogy. De igazából most már elvileg itt beindul majd. Már dolgoznak is. Kell ezeknek is hal. Aha. Hát igen, a hal ellátás, látjátok, az para innen. Kellenek majd, ezért kell a kő, minél előbb kell a kő, hogy az utat át tudjam alakítani, mert ez így gyalázat most még. Szia Nagyer, szép jó reggelt, halihó. Ne esetre én ezekben most küldetek halat, mert nagyon szarul állunk. Na, visszajött az érték. Szerzek katonát. Most már haladunk, ez az, most kezdek el majd haladni, így most már minden jó lesz. Ajaj, elfogyott a fa. Nem, semmi baj. Kell nekem lodging camp ide.
Oké, és akkor kell menni nekünk egy fűrész malom. Így ide. Azaza. Hogy kivágták az összes fát a parasztok? Kéne csinálnunk egy forestert, bár ezeket mondjuk le tudom bombázni, már nem kellenek. Trade completed. Oké. Mekkora üres mező, majd ide csinálok izét. Csinálok mezőgazdaságot. Nem sokára lett katonám. Úgy van, hogy el csak mutatom, hogy amire ki van írva, zárójelben, hogy regrowing, az újra termelődik. Általában megismered, mert azok ilyen fák, látszik rajtuk. Viszont vannak olyan fák, amik nem termelődnek újra. Ez is újra termelődős fa, várjál, mindjárt nézek olyat, ami nem termelődik újra, hogy meg tudja mutatni. Ugye direkt azért úgy van meccsen, hogy kezdetben nehéz elindulni, mert olyan dolgok, például itt a kő, látod? Ez nem termelődik újra. Viszont a bányából újra termelődik. Kezdésnél ugye meg kell találnod minden előbb azt az anyagforrás, vagy erőforrást, ami végtelen, mert ugye korlátozva vagy addig lényegében. Oké. Okay. Jó, ez így elég lesz már, így fasza lesz. Ja, nincs mit szívesen. Szerencsére itt már boostolva dolgoznak. Na, elkezdtem bányászni a követ, és... Lol, ezt eddig észre sem vettem. Kiírja, hogy mennyi darab készül el percenként. Az menő, ezt eddig nem is láttam. Traders, mercenaries, refugees. All these people have gathered here to do everything in their power to defend their homes and families. This entire situation feels too familiar. The Maru have asked us for our help, asked us to defend them. Together, we may be able to save both of them. Maru megkért, hogy védjük meg őket, és mindent megtesznek érte. Hát igen, ezen keresztül lehet ugye akkor őket felbérelni. Our scouts discovered a landmark. Ja! Oké. Okay. 500 pénzért hoznak ezt közt, meg itt még elvileg van. Ezt meg kell nézzük. Meg vagyunk mentve. Megnézem, hogy ehhez mi kell. Ami pénzes, azt húzzuk, a többi az nem szed. Ez, ha jól láttam, 12 perc TD-je a 10 katonára. Trade completed. Reporting in. Így már jó lesz. Szia Laci, üdvözöllek a csatornán, köszi szépen a követést. Érezd jó magad. Ez miért van lezárva? Ja, azt hiszem, tudom miért van lezárva. Kell ide is egy izét csinálni. Egy warhouse-t. Csináljunk ide akkor egy ilyet. Ez jó, mert így a bányák el is érik majd.
Most, hogy termelődik a kő, mindjárt elkezdem átformálni itt a... Enemy in sight. Gyertek, bunkók! Enemy in sight. Na. Oké, zsír. Elvileg ez kilokkolódik mindjárt, és akkor innen kapunk elég jó erősítést. Na, közben hadd menjen tovább a szamarantyú kereskedés. Főleg, ha be lenne ráállítva. Hozzátok a pénzt. Oké, lassan kelleni fog még ember. Rezidenciára. Nem mondod. De baromi jól néz ki. Ez baró nagyon. Meg kell egy kocsvasztani. Nyíljon. Ja, várjál, én is mindjárt hozok kávét egyébként. Most jutott eszembe. Oké, ezek is most már extrába dolgoznak, helyes. Eddig bírtam, meg kellett vennem 16 kát, megért. Simán. Hó vetted, Laci? Enemy reinforcements arrived. Őket már nem tudom megmenteni, sajnos. Didi Keeson, na, helyes. An ally is under attack. Őket már nem fog... ezt a részt mentsük meg, a többi nem számít. Ezeket nem fogom tudni megmenteni. Esélytelen. Hú, bazd meg! Baj van! Most mi van? Destroy all enemy warehouse, protect Maru at all costs. Minden áron meg kell őket védeni. Hát de hogy védjem meg, ember? Assza meg! Azt sem tudom, mi történik! Mocskos nagy probléma lesz, haver. Ez nem lesz így rohadtul jó, az a baj. Is under attack. Enemy in sight. Jó van, hála Istennek ott hagyta. Remélem, hogy nem jönnek tovább egyelőre. Szopás az egész. Destroy all enemy warehouse. Ez mind az ő területük, ez a rész. Ezt kell megvédenem itt, ezt a részt. A többi nem számít, a többi az előörs, úgyhogy fel kell készüljek, amíg bejönnek idáig. Amit mondjuk nem értek, hogy kész van a warehouse, az fasza lesz. Hát te nem tudom, srácok, ez így kurvára nem jó. An ally is under attack. Na bacz meg, ezek jönnek, mint a marha. Ojjaj. Ez így nem lesz jó. Beásom magam ide, hát kapok ezért is valamit. Kell még
majd, ha derül. Fel kell gyorsítanom itt a termelést. An ally is under attack. Idáig felhozom a haderőt. Búm is, szia, üdvözlök csatornán, kösz szépen a követést. Viszek fel a haderőt, mert ez így kevés. Itt már még 4 perc, mire megint kapok 10 embert. Ajaj. Fasza. Nára meg kell őket védeni. Hurrá. Enemy in sight. Szerzünk még izélet, és akkor eszközöket azt csinálok én is, fegyvert, vagy katonát. Máshogy ez nem fog menni. Ezekhez mi kell? Refuge from the nearby village, seek shelter. Shelter. Ezt nem értem, ba meg. Oké, itt jól állunk, kell még mindig izé rezidencia. Jó, csináljunk közbe eszközöket, csinálok még melóst, ide kelleni fog már ez. Ezt innen kilikvidálom. Ez ide nem fog kelleni. Helyette csinálunk rezidenciákat. Trade completed. Az aranytermelésem már nem lesz baj, mert azt folyamatosan, hogy látom. Kérdés, hogy mennyit tudnak átfordani. 165 egy ember kézbe, vagy egy melós, az nem rossz. 360, oké. Okay. Az azt jelenti, hogy gyorsan csinálunk mindjárt training groundokat. Training groundot hova csináljak? Csinálok ide. Szia, Laca! Mi a lett a game? Van benne kihívás? Story mode? Hány map? Hát aktok vannak igazából, most már bekerültem a második aktba, itt már bonyolódik. Szerintem aktonként van felvezetve, tudod, az elején van egy tutoriál, aztán az akt 1 az még olyan chillesebb, mert nem támadnak úgy, bazd meg! De nem már, hát ez hogy? Hogy kerültük el egymást? Ah. Our warehouse is under siege. Ez remek. De jó. Kurva életbe abba. Basz meg, és a felemet ott marad. Ezek hogy jöttek el mellettem? Thank you.
ez beszoktam, ez van. Oda küldtem védekezni, védeni ezeket a hülye marusokat, aztán valahogy meg nem tudom, eljöttek őrbe, vagy én nem is értem ezt. Ez kibaszás volt amúgy. Rohadtai nézi. Hát crash volt, a francba crasheltünk, várjatok. Mindjárt elindítom újra. Van benne kihívás szerintem, amúgy persze. Hát eleve, hogyha nem tudod olyan ütembe felépíteni az infrastruktúrát, a háttérországot, akkor onnantól kezdve ugye bedőlsz. Le fognod gyalázni. Hát nem, ennek nem az lesz a baja, de ja, igazából mindegy. Ez egy-két crash, ez belefér. Ez egy-két crash, ez belefér. Ja, ennyi. Ja, hát mentsél rá erre, nem? Fiatahú. Hát bazd meg. Fú, bazdek, fél órával korábbról van mentés. Hát ez az AI ezt bekaphatja egyébként. Komolyan mondom. Baszd meg az anyád a teherbe. Már elnézést. Komolytalan. Most ez mi? És erre meg rögtön csinált egy autószévet. Ez normális. Akkor baszhatom, akkor így jártam, ez van. Kezdhetem kell be előről az egészet. Röviden, tömören. Ja, itt még halászkunyhom sincs, na jó van. Hát meg az anyád. Ezt nem akarom elhinni, hogy ilyen van. Ez fasza. Ez most szíves. Ó,
Francba. Reporting in. Moving out. Most szarul jött ki sajnos. Szia Perzerker, jó reggelt! Fogalmazhatunk úgy, hogy ezt is nagyon beszívtam. Elbuktunk egy csomó játékidőt. Hagyni fogom, adjönnek végig, leszarom, mert nincs értelme annak, hogy ekkora a távolságot megyek a sereggel. Ezt kell megvédeni, eddig jöhetnek, ezt meg leküldhetik. Na szépen innen hátulról valahogy körbe jöttek, amíg itt voltak az embereim fente. Érdekes volt. Na, gyerünk már. Laci már túlja is, bazeg. Tíz kő kéne a toronyhoz. Ja, azt néztem én is. Na, most van meg. Ja nem, öt köven van csak. Már itt van, hogy benéztem. Jaj, állj! Tudom, mi a baj. Állj. Oké, így már van kő. Egyébként majd tornyokat kell csinálják, és akkor nincsen ez a szopás. Csak sok kőbe kerül. Nem lehet mindent egyszerre csinálni. Csinálok még öt melóst, annyi kell. Nézzük csak. Csinálok meg ide is még egy farmot. Azt tuti. Csinálom majd ilyen rencset, csak kell hozzá még kavics. Elvileg mindjárt ez be lesz boostolva, hogyha minden igaz, és akkor majd jobban termel. Hogy ássák a határokat. Oké. Lesz egy csomó kövöm, szerintem ezt az oldalt végigrakom izével. Koronja. Ezt kb. Be is kaphatják. Is there something to do? Oké, fasza. Na nézzük csak. Közben itt még kéne.
elriturizni egy picikét. Resources found. Oké, kész van, ez is fasza. Ready to serve. Resources found. Na majd most már újból beindul ám itt minden mindjárt. Gyors, itt megcsináljuk a izéket, bányákat újra. Még hozzá ebbe az irányba. Enemy in sight. Ready. Enemy in sight. Gyertek, mocsko, gyertek, gyertek. Hogy úgy? Többet fogok menteni. Többet kell majd mentsek. Oké, most már tudok csinálni. Szamarassat, mert ez kell lenni fog nagyon gyorsan. Ide is csinálok még egyet. Induljon be a kereskedés minél előbb. Újra. Na, ezek most már jobban fogják szedni a kavicsot, az tök jó. Mi ebből a tanulság egyébként? Az, hogy többet kell menni csak manuálisan, mert egy lépés, aztán álmon baszt az egész. Ez mindenképpen tanulságos volt. Időbejegyző szerint fél óra játékmenetet buktunk be összesen, vagyis hát buktam be összesen. Fél óra alatt mennyi minden meg volt csinálva. Hogyha emlékeztek, ki volt építve ez, már a kőút kezdett épülni. Vás, raktár, ide is raktár, hát igen. Oda kell figyelni. Oda kell figyelni, mert elcsesztem. Nem az a baj, hanem hogy egy autószél van Angel úr. Ha megtámadnak és valamit lerombolnak, azonnal ráment, úgyhogy nem jó az autószél. Kaptam egy támadást, úgyhogy küldtem erősítést védelemre, és valahogy megkerültek a köd alatt, aztán bejöttek a bázisomra. Azt mire visszaértem volna, már lerombolták volna a lényegét, aztán inkább visszatöltöttem egy korai mentést. Ez ilyen. Nem gond. Nem probléma. Az erdőséget felássuk. Mindjárt kész van, gyorsan be is állítjuk szomáros termelésre.
vissza már. Kell nekem még innen egy út. Ide. Ez is kész van, ezt is szamára beállítjuk hama. Úgy is van. Jó, ez ahogy látom most merült ki ez a rész. Úgyhogy ez nem fog kelleni. Most arra kell figyeljek, hogy a fám is el fog fogyni, úgyhogy itt nagyon gyorsan kell izét csináljak. Egy jó lesz ez az, össze van kötve, fasza. Hát ide nem fog ártani majd egy warehouse, meg hozzávaló a központi részre rakom. Ez jó is itt, ez itt tökéletes. Így töké kérem. Ja, házakat kell csináljak, mert ugye nincs. Nincs elég izém. Rezidenciám. Egy perc alatt készül el egy szamár kb. De kell majd bogyós. Na, amíg ez készül, mindjárt jövök. Cool.
Na, itt is vagyok, csak hoztam egy kávét. Na, lényeg az, srácok, hogy nem adtam fel, nem is fogom feladni, hanem újra összerakjuk itt a dolgokat, aztán most jobban csinálom, mint az előbb. Főleg, hogy majd többet mentek. Na, nézzük. Oké, itt megvan, ami kellett. Van fa minden, ide csinálni kell majd bogyókat. Ezeket be kell boostoljuk. Minél több kövem legyen. A fásot azt nem boostolom be, mert a favágó az gyorsan dolgozik. Ami kell nekem, az a... ez. Csináljuk meg így, aztán ez jó lesz. Oké, okay, nice. Szia Norbi, hello, Mizu. Csinálnom kell még izéket, rezidenciákat. Enemy reinforcements arrived. Take it, szia-szia! Azt mondja, a korábbi részekben úgy emlékszem lehetett időt gyorsítani, nem tudod, esetleg nem láttam, hogy lehet. Ebben szerintem nem, ez abszolút full real time. Ebben szerintem biztos, hogy nem lehet. De úgy nem is kell szerintem nagyon. Azt mondja, hogy kenyér. Kell csinálnom egy péket, srácok. Vagy akár többet is. Csinálok még ide mezőt. Egy mező, meg kéne szerintem egy malom. Plusz egy malom az nem árthat meg szerintem. És ide olyan szépen befér. Nincs, nem, eddig én nem találkoztam vele, úgyhogy biztos, hogy nincs benne időgyorsítás. Nincs mit, ne viccelj. Na kérem, hogy állunk? Határvonalak ki vannak tóva idáig. Hát nem is tudom, még lehet, hogy kéne egy kicsit tolni ezt a határvonalat, nem? Ezt a részt meg ki kell majd ássam. Csináljuk azt, hogy csináljuk még egy ilyen lodging campet. Enemy in sight. Csak ide még egy tornyot, bazén, mert ezek bunkok. Ezt a részt szerintem fogom, azt még itt beásom. Szerintem így találom meg a landmarkot, hogyha beásom oda magam tipre. Oké, okay, ez így jó lesz. Na,
Ezt a részt ezt minél előbb meg kell oldani. Azt mondja, hogy gyorsan. Elvileg így jók vagyunk. Jó, szerintem készül. Ó, 6 darab szamár van, na azt eladjuk hama. Lehet, hogy nem is kellett volna ennyi malom. Bár az nem baj, hogy több van, nem? Ha még önfenntartó vagyok. Az a baj, hogy halból nincs elég, mert ugye ennyi az összizé hal elérés. Hiába csinálnak többet, nincs több, amit ki tudnának fogni. Ez pont lefedik. Hát, az a baj, csinálom még egyet, akkor befullad. Csak még egyet elég lesz ennyi, kettő elég. Oké, okay, és elméletileg itt mindjárt kapunk egységet. Ezt már látjuk, ezt elpörgetem, mert én voltam az előbb balfasz csak. Oké, visszavonom a csapatokat. Ide majd mindjárt csinálok tornyokat, azt akkor nem tudnak úgy lerohanni, mint az előbb szerintem. Az lesz a legjobb megoldás. Nem kerül semmibe se. Aztán kalap. A csapataimat azokat fel fogom vinni, segíteni. Segíteni a izének. Oké. Várok még egy kis követ, sőt nem is várunk. Elkezdjük gyors átalakítani megint ezt a részt. Egyelőre ennyi elég. Hát, talán több favágó nem kell, mert ha jól látom. Ja, ezek itt elég gyorsan vágják a fát, hogy több favágót nem rakok le. Ez így bőven elég. Na nézzük, itt mi volt még. Ugye itt maradt egy fűrészmalom, ezt gyorsan innen kilikvidálom. Oké, ez ide nem fog kelleni. Ez micsoda? Rezidencia? Aha, az az. Abból viszont meg csinálunk. Oké, fasza. Megcsinálom a három tornyot, azt akkor majd lehet jönni. Refuge from urban Maru village, seek shelter in this peasant village. Military units prepare. Mission objectives to unlock. Aha, mission objektívát kell megcsinálni hozzá, hogy unlockolni tudjuk elvileg. Ez meg gyógyító kristályba kerül. Nem mondó vagyok. Lehet hozatok kristályt, ezt veszünk egy gyógyítót, mert az nem olyan rossz, ha van.
ele van. Nincs emberem. Ja, nem kell ide még egy horgász. Mondjuk ez itt mindjárt bedöglik. 50 darab kő, aztán háló. Jó, hát ezt a részt, ezt csak megtudjuk. Mi van ennek a tetején valami kagyló? Tök olyan, nem? Van aranyom van. Oké. Okay. Jó, hogy jók vagyunk. Nagyszerű. Ezt a részt ezt meg tudjuk védeni. Oké, okay, a csapatomat azt felviszem. Aztán segítünk itt ezeknek. Odáig felviszem, amíg van torony. És akkor ez lesz az első védekező pozíció. Na, jó, innentől kezdve most már azért kicsit kényelmesebb lesz. Építem tovább gyorsan a kőutat. Adrenalin. Milyen esély fokozatok vannak? Nincsen benne esély fokozat. Én szerintem az aktok határozzák meg, ahogy egyre nehezedik a játék. Legalábbis én nem találtam benne sehol. Úgyhogy szerintem nincs. Az volt az első, amit néztem már. Próbálok mindent legnehezebben játszani, de nem találtam benne, úgyhogy szerintem biztos, hogy nincs. Ja, nincs. Szerintem az törő, hogy halad előre, egyre nehezebb a játék. Trade completed. Na, trade completed. Hozassunk gyorsan pár kristályt akkor. Ezt úgy jók vagyunk. Kérek ki healert, aztán azzal is előrébb vagyok. Addig ez meg letelik, lesz pénzem megint, azt majd ezekből fogok egyelőre egységeket verbubálni. Oké, okay, most úgy néz ki, hogy jó, jobbak vagyunk, mint az előbb valamivel. Meg is csinálták az utat? Elég gyorsak voltak a fiúk, mi van ezekkel? Lehet, hogy kellene csinálják még mérnököt. Csinálunk pár terszámot. Szívd be a gempát. Kalóze. Enemy reinforcements arrived.
most arra leszek kíváncsi, mert megint elmentem, mert az Laiat szerintem biztos tisztában vele, hogy mozognak a csapataim. De lehet rakok még egy tornyot, mert nem kerül semmibe se. Ez egy hiatorony elvileg felgyógyítja azért is, azt hiszem, az épületeket. Heal fókuszos. Megnézzük, hogy mit csinál. Trade completed. Okay, megvan a trade. 400 arany már mehet is. Zarany. Kell nekem. Ez. Meglátjuk, hogy mi lesz. Jól állunk. Csinálok még mérnököt. Jelenleg plusz 100 munkásom van, aki pihen, úgyhogy egyelőre házat nem építek. Hát nem is tudom, csinálok egy külön mentést. Lisztes zsákom van. Nem csináltam még péket. Itt az ideje. Mocskos szarháziak. Tudtam én. Enemy in sight. Majd nézzük, hogy mennyire stabil a torony, hogyha nincs mellett egy gyalogos. Elég jónak tűnik. Jó lesz. Trade completed. Trade complete, az nagyon jó. Ez mindjárt lejár. De kell még egy 30-es, és kapunk 3 healert, ami nagyon jó. Innen mindjárt kapunk még 10 egységet, felküldöm őket, és még talán az egész falut meg tudom védeni. Recruitment complete. Oké. Hát most jobban állunk, mint az előbb. Másodperc. Hozzátok a zsugát. Jó, egyelőre szamarat nem adok már el, mert csinálom mindjárt egy olyan épületet, ami majd segít nekünk a ha várjatok, ezt eltüntetem, ezt az utat, ez nem kell. Oké, ez így jobb. Kell még egy pék. Na most van emberem szarásig.
Oké, így már nem leszünk gondba, így ez már tökéletes. Aztán az összes követ megint. Bár a tér van. Na kérem, ott is vannak a healerek, ezeket felküldöm ide. Azt jól megcsináltak, hogy nézzétek, hogyha ezeket targetelem, kiválasztja. Viszont ha támadó erőt, akkor őket kihagyja belőle. Ezt is nagyon faszán megcsinálták a fejlesztők, hogy véletlenül se tudsz engineert vinni, hogyha a támadókat választasz ki. Ami tök jó, mert akkor nem halnak meg feleslegesen. Csináltak bele ilyen prioritást, úgy látszik. Ezt az előbb vettem észre, csak még nem mondtam, mondom, most biztosra megmutatom. De hogy a falusiakat, igen, egyébként ez nem egy hülye ötlet, ez nagyon jó. Ez egy nagyon jó pofa dolog, szerintem is. Szia, üdvözöllek a csatornán, köszi szépen a követést, érezd jó magad. Te adtam a kis apod behívót. Azt hagyjuk, Tibi. Nem jó dolog, de a csapból is ez folyik aztán, azért itt nem... Itt inkább érezzük jó magunkat. De amúgy tényleg nem jó dolog, ez ebbe egyetértünk. Ezek tök jól néznek ki, nézzétek a... Össze vannak építve egymással szembe a házak, és azt már az előző népnél lehetett látni, hogy így egybeépítik őket. Itt is hasonló a helyzet, csak itt úgy oldják meg, hogy ilyen díszítéssel, tök menő. Tök jó. Csináljunk még rezidenciát, mit szóltok hozzá? Nagyon. Van ilyen móda az éve Age of-ba is? Easy drag? Aha, na azt nem is tudtam. Kösz az infót. Az tök jó. De egyébként ez egy tök frappáns megoldás. Szia ide-oda, hello, hello! Nagyon jók vagyunk. I'm on my way. Na, mivel van healerem, előre küldöm azt a csapatot. Azt itt tudjuk védeni a falucskát.
ész nélkül. £350. Jó, nem adok el most több szamarat. Kell nekem a szamár. Most már kiépült az út, úgyhogy most már szamarazhatunk. Kell nekem az az épület, amivel ez a coachmaker, ez lesz a tuti. Mert elvileg ezzel megoldom azt a problémát. Hány nép van? Több különbségeket, adrenalin. Hát kampány van, és addig a két néppel találkoztam, plusz az enemy. Hát a épületeikben van a főbb különbség a dizájnba, de egyébként a lényeg ugyanaz. Ugye itt inkább, hogy mondjam neked, abba tér el, hogyha valaki multizik és egymás ellen játsznak, az fogja meghatározni, hogy ki a jobb, vagy hogy ki nyer, hogy ki építi ki sokkal frappánsabban, meg rugalmasabban azt az infrastruktúrát, amivel nagyon gyorsan fog tudni eljutni arra szintre, hogy hadsereget tudjon verbúválni. Mert ugye itt azonnal nem tudsz, itt ennek ugye termelés, háttérország, kell hozzá bányásztott szenet, kell hozzá bányásztott fémet, kell utána a kettőből csinálod acélt, utána az acélból meg kell munkálnod fegyvereket, pajzsokat, és csak akkor tudsz toborozni sereget. De viszont ehhez még eljutsz, addig kell kaja, útvonalak, kell minden szemét, a határvonalakat kitolni. És ugye ez inkább erről szól, mert az Age of-ban meg ugye ott is fontos a háttérország, de ott vannak counter-enemik egymásra. Mindegyik másban erős. Ennek a játéknak ugye a maga tényleg a háttérország építése azon van a hangsúly a menedzsment részén inkább. Szerintem. Oké, jól áll, nagyon jól állunk. Csináljunk egy mentést hamar. Oké, fasza. Azon gondolkozok, hogy 172 P-ket egyet csináltam csak. Kettőt, ugye? Itt van egy pék, meg itt van. Van még egy pék, oké. Okay. Jók vagyunk igazából. Aha, és akkor ide meg. Tudunk elvileg kristályt hozni, hozunk is hamar. Mindjárt beindítom a bányákat is. Mi az, amit nem csináltunk még? Egy rencset csinálok még, de az csak a hús miatt szerintem. Mondjuk ide. Bánya nem kell, azt mondja kikötő, raktárház, megvan mindenünk egyébként, jó van. Majd a toborzókat ide fogom kirakni valahova, erre a erre a területre. Training groundok, ez kell nekem-e. Egyszer. Kétszer. És háromszor, és akkor csináljunk hozzá kőutat.
Így fasza. Na jó, meg vagyok reggelivel, megyek dohányozni, és már előre bánom, ha lemaradok fent nagy csatáról. Hát még nem fogsz lemaradni, de egyébként egészségedre. Mármint a reggeli, ez a dohányhoz ahhoz nem, arról szokjál le. Enemy in sight. Elfogyott a kristályom, ne basszatok ki velem. Enemy in sight. Nem beszumantották. Ez cumi. $440 Oké, gyorsan ezt csinálunk, srácok. Az fontos lesz nekem. Akadémia is kell. És akkor megcsináljuk a bányákat. Na hát itt majd most oda baszunk, mert itt lesz bőven bánya. Témbánya, és kell pasbánya. Oké, azt mondja, hogy gyorsan. Ezeket megpróbálom úgy összekötni, hogy frappáns legyen. Nincs kövem hozzá, mi? Nincs, jó. Hát akkor várunk. Halellátás egyébként, az... Ja, várjátok, elfogyott innen a kő. Ja nem, még nem fogyott el. 12, mindjárt elfogy. Oké. Meghozták a cuccot, helyes. Elméletileg ide kellene még nekem. Trade completed. Ha meg ide is még kellene nekem. Szamára hordják a cuccot. Helyes. Oké, hát a kiképzés menete az meg majd ide fog történni valahova. Sőt, nem, várjatok, innen támadunk lentről. Menjen ide. Oké, na és akkor a haderőfejlesztést azt neki is állok. Most megnézzünk egy másikat ezen a részen, mert ugye megnéztük a Citizen-t, és a Citizen annyira nem jó. Még esetleg itt az Engineering, ami Settlement Safety and Offensive Power, ugye a támadó erőt fogja befolyásolni, vagy pedig a Administration. Settlement Defense, vagy a Military. Azt mondom, hogy nézzük meg azért, az engineert. Sőt, nem, ezt nézzük meg, a militarit nézzük meg. Kíváncsi vagyok, hogy az mit tud. Oké, ez kész, ez a fejlesztés, mehetünk erre is. Katonáinknak legyen több ereje. Kapunk mindjárt még 3 healert. Thank you.
Oké, egyelőre minden jó amúgy. Ready for duty. Super. Research completed. Kész van még egy research. Ez már két pajzs fog kelleni, jó, hát egyelőre azt hagyjuk. Off kérdésem is lenne, miért hagytad abba a WoW-ot? Hát letoltam 15 évet kőkeményen, aztán abba volt ugye casual játékmenet, volt semi-hardcore, hardcore. Volt időszak, amikor heti 7 napból 6-ot rédeltünk ilyen 5 órában naponta, meg ilyenek. Aztán a Legion volt azt hiszem az utolsó, amit játszottam. Ott már visszaálltam ilyen, ugye nem voltam guildben, hanem így haverral játszottunk ketten. Igazából nem tudom. Az érdekelt, tudod, hogy mennyi ilyen sztori játékot elmulasztottam a 15 év alatt, mert csak bovoztam. És mióta elkezdtem streamálni lényegében, lejátszottam vagy 500 játékot, különböző sztori játékokat, és nagyon jó élmény. Aztán akkor jöttem rá, hogy nem akarok én már csak úgy játszani, hogy egy játékba, ami No Lifer játék, hogy abba beletolni mindent. És most jobban megragadtak ezek a sztori játékok. A WoW-val az volt a fő problémám egyébként, hogy én világéletemben Warrior-t csináltam, a Warrior DPS, de tankoltam is, de DPS volt a mainem. És a Legion-be húztam egy Unholy DK-t. Na, a következő történt, én toltam, HC-nistáztam, mindent csináltam, mitikeztem. És a fórumon megírták, hogy az Unholy DK egy kalapszar, ne vigye senki sehova. Ugye ez így megy sajnos. Na, a következő történt, a mágust írták, hogy a best OP DPS volt akkoriban, amikor játszottam. Akármelyik dungeonben, amikor be tudtam menni, mert levittek, mert volt olyan, aki nem hitt a fórumnak, odakentem DPS-be a Saranholy DK-val az összes mágust, aki bejött. Viszont a probléma az volt, hogy a 95% a játékos bázisnak az elhitte azt, amit a fórumon írnak. És nem tudtam lejárni, mert nem vittek le. Mit tudom én, dungeonokba egyedül meg nem tudtam játszani. És ugye az a baj ez, de hogy még az manapság is így megy, de nem csak a WoW-ban, hanem minden játékban, hogy a fórumon, hogyha a többség, hogyha megírja valami nagy agy azt, hogy bizonyos klassz szar, azt a többség félreértelmezi, és onnantól kezdve nem visznek le. Mert ugye nem azt írják oda, hogy szar a klassz, hanem azt, hogy mondjuk van egy prioritás DPS-be, és akkor beosztályozzák S-tírtől egészen vissza, mit tudom én, C-tírig. És teszem azt, te mondjuk nem vagy S-tíres, hanem a te damage-ed az mondjuk B vagy C-tíres. Csak ugye az emberi tényezőt az kifelejtik belőle. Mert én beállítottam úgy mindig a karakteremet, hogy zongoráztam, és kb. Lehoztam az első DPS-t még egy B-tíres DPS-sel is. Az S-tíresekkel szembe, azért mert mondjuk őnekik nem volt meg hozzá az elegendő skilljük, hogy mit hogyan toljanak prióba, ugye milyen spelleket, meg ilyenek. És én ott fáradtam bele a WoW-ba, hogy form után nézték azt, hogy akkor ki a jó. Nem pedig azután, hogy ki hogy tud játszani. Aztán ott hagytam a picsába az egészet. Ez volt a fő indok nálam. Hát a való életben se feltétlen a tehetségedet nézik, hanem az, hogy ott meg az, hogy ki az ismerős, persze, ezt vágom, az ilyen. De ugye ez volt a lényeg, hogy én ezért hagytam ott. Sajnos az ilyen. És eljöttem két hónapja, pedig az első naptól fogva játszottam, osztom véleményedet, a Shadow meg ismétli önmagát, kulcs. Hát igen. Egyébként adrenalin, én, hogy a Blizzardnál maradjak, Diablo 4-et várom nagyon. A csatornám félig Diablo 4 csatorna lesz a jövőbe. Az azt jelenti, hogy a délelőtti adások Diablo 4 töménytelen mennyiségbe. Minden klassz lesz, hardcore is, meg normál mód is belőle, de azt fogom majd tolni.
délután meg megmarad csak a sztori játékoknak a hely. És minden új játékot ugyanúgy fogok tolni, mint most, úgyhogy nálam ezek lesznek a tervek. Lelkes vagyok, várom a dolgokat, úgyhogy... Diablo 2-n imádtam palázni. Tibi, nem vetted meg a új Diablo 2-t, ezt a remake-et? Mert kibaszott jó. Csak ajánlani tudom. Hogyha szereted a Diablo 2-t, ugye ez a felújított köntös, ez igazából még jobb. Azt mondja, próbálom, nem akarok vészmodárként kerülni, de azért várjuk meg, milyen lesz Diablo 4 hozzá, amit ígérnek, vagy kuka lesz. Magyarszky úr, hogy mondjam neked, de engem azért adott egy játékba, hogy új lesz a tartalom. Szóval nekem elég az, hogy ugye a Diablo 3-at mit tudom én hány ezer óra után azért untam ki, mert már nincs benne új. Már meguntam, már ugyanazt végfarmoltam 266 milliárdszor. És a Diablo 4 akármilyen lesz, új lesz. Ugye, ami nekem a lényeg, hogy szóval ez az immortal feeling, ez nem lesz benne, hogy úgy kell megvenned pénzért a gemeket. Abban ilyen nem lesz, te farmolod ki magadnak, és azon múlik, hogy mennyire leszel erős, hogy mennyi időt tolsz bele, meg hogy milyen ügyesen játszol. És onnantól kezdve nekem nagyon jó lesz a Diablo 4, hogy új lesz az egész. Minden. A cuccok, és én azt így élvezem. Plusz egy néző köztibi. A lesz folyamatosan. 15 éves koromtól 33 éves koromig naponta 8-12 órát játszottam, de... Bajtam játszás, most már csak néző vagyok. Hát figyelj Tibi, hogyha van időd néha, érdemes. Ha van kett hozzá. Ó, ezt lebontom. Ez ide már nem fog kelleni, sőt, még az útvonal se fog. Jaj. Úgy fasza, figyeljünk oda a részletekre, fontos. Lesz benne mikrotranszakció, adrenalin, de csak ilyen kozmetikai elemekre, szóval előrébb nem tudsz jutni a játékba, hanem teszem azt szárnyacskák, pet, mount esetleg, páncélszkín, ilyenek lesznek. De olyan, ami a játékmenetet előre segítő, olyan biztos, hogy nem lesz. Kicsit úgy kell elképzelni szerintem, mint a Path of Exile-t, mert ők csinálták egyébként ezt jó. Szia Immortal, lesz AH benne, ne bassz. Az meleg, az nagyon meleg talaj, mert a 3 is úgy kezdődött annó, aki játszott a 3-mal megjelenéskor, ott is volt AH, és kőkemény pénzeket lehetett támot keresni, hogyha nagyon sokat farmoltál. Hát srácok, én akkor nem fogok üzélni, szarakodni, ha lesz AH, akkor... Enemy in sight. Akkor, hát én biztos, hogy pénzt fogok keresni belőle. Enemy in sight. Nuhuszom egy Diablo. Levet, figyelj, most voltak olyan dolgok benne. Most nyilván nem egy hazai piacra, szóval teszem azt, kicsit én úgy üzemelek, hogy elkezdek játszani, és estek mondjuk valami nagyon fasz a legendás cuccok, vagy valami nagyon fasz a cuccok. Én azokat úgyis majd így guildem belül, meg így haver társaságon belül, én ezt oda, úgyis odaadom, mert mindig is ilyen voltam, de ami nagyon baszó és esetleg eladása, azt nyilván ilyen amerikai piacra, ahol kifizettek $1000 egy itemért, mert képesek rá. És ezt nem azért mondom, mert hogy én itt izé nyerészkedni akarok, hanem azt az ő dolguk, hogy megveszik. Annak idején a World of Warcraft account-tal én nem foglalkoztam, de volt olyan ismerősöm, aki PC-s accountot eladott $3000. Megvették. Úgyhogy ilyen van. Ready for duty. Lehet gírt és súnákat venni pénzért. Hát... De azt mondom, hogy nem nekünk készült, mert most mi ilyenre, én inkább kifarmolom, mi ilyenre nem költünk.
Viszont az a külföldi, aki tele van zsével, és nem akar játszani 2000 órát, az majd megveszi. Azt játszik vele 10 percet, azt megunja. Szóval általában így szokott lenni. De hát az minket már nem érint. Ja, van drop hozzá, igazából pontosan nem tudom, hogy mit akar. Azok valami, szerintem ilyen kozmetikai cuccok lesznek majd. Én csak beállítottam, hogy aki settlerszezik, annak legyen meg aztán. Kozmetikákat árulhatsz majd köbö. Ja, hogy nem fogják túllőni. Aj, immortál, köszi az infót. Hát ja, kíváncsi leszek benne. Meglátjuk. Hát ha nem fogják túlölni, hogyha valami ritka kozmetikai cucc kiesik, az is pénz, tudod. A Steamen is például én adtam el PUBG-s izéket, cuccokat. Elég vastagon, amikor még játszottam. Ott is megvették. Na, közben menjen a gyártás és fejlesztés. Hát majd kiderül. Ki tudja, mi lesz a határ. Na, kérem, csináljunk egy újat. Research completed. Ja, nekem egy warehouse még hozzá ide. Galap. Oké. Okay. Elvileg jók vagyunk. Micsoda, mi lesz? Várjatok, nem, lemaradtam. Mit írt Viktátor? Pillanat, visszatekerem. Ezért kell majd két gépes stream, azt akkor egy harmadik monitor csak a chatre. De majd lesz elvileg idén. Ha minden jó fog menni. Ja, ott van, lesz Proven Guild Diablo-ba, látom. Lesz. Elvileg lesz, igen. Az a terv. Az a terv, hogy lesz, igen. Úgyhogy lehet belejönni, aki akar, aztán vehetnek majd az együttjátszás. Úgyis, hogyha minden igaz, hogyha jók az infóim. Nem csak dungeonök lesznek, hanem lesznek valami raidek is benne. Ilyen nagyon nagy enemik ellen. Azt meg máshogy nem is akarom, hogyha nem csak úgy, hogy így közösbe. Szóval így innen nézőkkel, meg ismerősökkel, randomokkal nem akarom tolni az olyat. Hanem akkor így szerintem ilyen közösségbeli történet lesz az, igen. DC adott hozzá, Discord ugye. Oké, megépítem ide a Warhouse-t, és akkor elvileg indul a második fele ennek a szakasznak. Tudjátok, mi kell még? Kell Furnace, azt elfelejtettem. Bepasszírozom a főrészt, ez jó lesz. És akkor kelleni fog nekünk Blacksmith, ugye? Blacksmith-t, azokat megcsinálgatom ide. Egy. Kettő. Enemy reinforcements arrived. És három. Our army is under attack. Hoppá, mi történik? Megszapadtam őket, az történik.
Enemy in sight. Ja, igen, lesz mentés is. Order received. Oké, okay, ez most jó ment. Viszont bele kell kezdeni a toborzásba, úgyhogy gyorsan rendet rakunk. Majd most belehúzunk kicsit a termelésbe mindjárt. Hogyan van a raktárkészletem? Bogyó 84, kenyér is van. Ez így fasza és Gaben egészségedre. Így kávéval. Jó is, hogy küldted, mert kihűlt a kávém. Elfelejtem meginni, ennyire benne vagyok a játékba. Ehhez képest most sokkal combosabb az állás. Igen. Igen, igen, igen. Csináljunk meg csacsi utánpótlást. Alakul. Na, fiúk, lányok, most már... Ez pajzsos, ez íjas, ez meg szekercés lesz, és... Várjátok, valami nem jó. Most nem csinálják az utat, vagy mi van? More goods are needed. Oké, okay, az mindjárt készül. Na, ezek már tuningolódnak felfele. Beállítjuk a készleteinket úgy, hogy itt legyen legalább 30 alap folyamatosan mindenből. És akkor innen lehet kiszárítani. Meg a fém is itt legyen. 30-as alapon. És akkor még ami kell kaja, bogyó kell nekik, meg kenyér, meg hús, azokat is beállítjuk, hogy ide szárítmányozzák át, mert ez a elsődleges. Lehet nekik adni egy alsó határt, hogy melyik raktárban legyen belőle. Ez a lényeg ennek a beállításnak, srácok. Aki játszik, érdemes úgy csinálni, hogy ahogy mondtam, hogy egy helyre telepíteni, teszem azt, hogyha most itt a bogyó sajnos itt van, a bánya itt, akkor viszont raktárat kell ide tenni, és a raktárba beállítani, hogy legyen egy alap, ami fix, és át fogják szállítmányozni egyik raktárból a másikba a resource-t, a forrást. És innen meg könnyebben ellátják, látjátok? Már megy is a boost. Nagyon jó az a játék. Azt mondja, itt lehet kell vízben is bűvészkedni valamit, vagy a Fizzy Settlers-ben kizárólag trade, csak trade szerintem. Csak trade, mert nincsenek hajós egységek, hanem... Ja, ennyi, trade. De bőven jó is az úgy egyébként. Hála Istennek, nem kell vizen bele bohóckodni. Ja, szívesen. Oké, okay, hozzák a motyeszt át a raktárba. Jó, megy a tuning rendesen. Oké. Okay. Ide meglátjátok, halat fogok beállítani. Enemy reinforcements arrived. El kell kezdem a... Hát ezeket, amint elkezdik csinálni, rögtön küldök utánpótlást, azt támadunk. Videsrész DLC lesz, szia cikasiot, hello hello. Multiplayer van-e? Van? Elvileg van, igen, igen, igen. Lehet egymás ellen is küzdeni, meg lehet gép ellen is, van skirm is. Van több lehetőség is a játékban. Azt nem értem, hogy...
Protect Maru at all cost. Minden áron. Trade completed. Na jó, hát ide már... Mondjuk kérhetünk meg katonát, igazából miért ne? Kérek meg healert is. Mennyi listájam van? Ez a baj, nem tudom. Tizennégy kristály. Száz kristály elég lesz szerintem. Várjatok, mennyibe kerül? 60-ba kerül, 60 kristály, 3 darab healer. Egyébként az nagyon jó deal. Bár annyiért csinál... Nem, én nem annyiért csinálom. 60 kristály. Hozzatok velük 60-at egyelőre. Ennyi elég. Oké. Van ám csomó pont. Ó, ezért kell építsünk házakat. Hú, ez de jól fog itt kinézni. Egyelőre ennyi ház elég lesz. Székes egyház. Az utánpótlás. Na, elkezdték gyártani a fegyvereket végre. Recruitment complete. Ide még nem jutott, de majd nem sokára. Lehet, hogy csinálok még egy blacksmith srácok, mert ennyi bányára most már belefér. A blacksmith furnace, bocs, furnace-t. Azt meg ide. Lehet jobban néz ki. Ez lesz az iparos negyede. Úgy fasza is. Jobban odailleszkedik. Csinálok egy shrine-t ide. Jaj, akadémia, elfelejtettem. Ez már kelleni fog. Nagyszerű, nagyszerű, és akkor ide még hozunk. Jet. Ezek mit hesszelnek itt amúgy? Történni kell késős... Micsoda? Késős scriptet Hogwarts. Olyan grafikája lett, hogy bepisilek. Ezt nem értem, micsoda? De az miért van, vagy mi? I can build almost anything. Harmonz kristály 1, aha. Én nem tudom, minek építettük meg. Erről nem volt szó, baszki.
Ezek itt jöttek támadni. Behúzom őket a torony alá. Nem vagyok hülye. Oké, itt oda kell figyelni már. El kell kezdeni ellentámadásba, mert ezek bunkók. Hát, hogyha a határomat kibővítem, de szerintem a ő határaikra nem tudok benyomulni, mert ugye nekik itt a határ, és szerintem, hogyha összeér, nem tudok építeni. De mindjárt megnézem. Az... nem lehet. Ugye a régi Settlersben is így volt, hogy a határok, ha ütköztek, akkor azon a tieden belül tudtál maradni. Megvettem, igen, aha, meg. Elmegyünk támadni, srácok, majd lassan már kelleni fog. Gyorsan csinálunk izét, flottát. Flottát, nem hajó az. Oké, okay, gyorsan mindenből csináljunk, mert kell. Batta meg! Túl méke, csináltak 54 szerszámot, fasza, nem kell ennyi. Az a baj, hogy nem tudod átbővíteni a területedet a övére. Hát mondom, ha ütköznek a határok, akkor az úgy nem lesz jó, elvileg. Túl sokat kéne ásni, mert innen kéne felástom idáig. Sőt, nem is idáig, hanem idáig. Egyszerűbb inkább sereggen nekik menni. Úgyhogy gyorsan csinálok sereget, azt innen elkezdek támadni. Ezek megmarad ilyen mozgatós osztagnak, vagy nem tudom. Na, csinálunk még rezidenciát, ha tudunk. Van egy cuderú belett építve a hely. Kapjanak húst ők is. Szuper, nagyon jó. Szia Donzol, hello hello. Ezeket kell boostolni. Lesznek olyan épületeket, például ezeket nem boostolom, mert ez ugye a harmadik végterméket kapja, és hát ha boostolom, akkor ezek befulladnak. Viszont kell nekem pénz. Na nézzük csak, hogy vannak maximum taunt, nem? Ez micsoda? All building 200 healed, az annyira nem fontos. Claiming territory 1 second faster. Ki lehet próbálni mondjuk. És mit beszéltünk, hogy itt meg behúzzuk a Defense Military, az Engineeringet, mondjuk a Militarisat még nem néztem meg. Mondjuk most ezt fogom fejleszteni inkább. Ja, mert hogy nem menne, simán. Nagyon jó. Viszik a csacsikat eladni, figyeld. Hát ezekkel innen kéne támadni, kellene valami felderítő. Kellene valami felderítő. Fejlesztem ezt is, az pörögjön, ami ez van cucc, ehhez mi kell?
Ez kell majd fém. Ó, bassza meg. Ez kell majd fém, úgyhogy majd a fémtermelést itt le kell állítsam egy időre. Gyorsan ezeket szüneteltetem, hogy termeljek plusz fémet. Oké, okay, azt mondja, hogy... Nem mehet ez, oké, okay, nice. Trade completed. Oké, okay, trade complete van. De milyen pontosan beilleszkedik, jól építkeztem. Még szerencse. 340-86, az bőven fasza. Azért a kőútvonalon haladva milyen... Most tettem le az épületet, azt már itt van az összes cucc hozzá, király. Ezt már szeretem. Ez is jó, helyes. Oké. Okay. Nézzük csak, hogy állunk a fejlesztés. Ezt vártam. Meg kell erősíteni a támadó erejét az egységeinknek, és akkor úgy hatékonyabbak, mint az enemié. Ugye azt kell feltételezni, hogy ez a fejlesztés, ez csak nekünk van. Recruitment complete. Ritualistáknak van ilyenje. Hozatok kristályt fejlesztéshez. Micsoda? 800. Ja, azt érdemes nézni, hogy mindig, minden egyes körben, amikor elküldöd a hajót, változnak a dílek. Ez azt jelenti, hogy most 20 aranyba kerül egy kristály, viszont... lesz olyan, amikor nem. Ez most itt elég szar kör. 14, 19, lehet, hogy el kéne adni némi ízét, lisztes zsákot, mert van 300 belőle. Eladjuk egy 100-at. 2000 ér. Adjuk el. Ó, bazzeg. Ezek meg itt maradtak. Ide is hozok még majd, mert ez ingyen van, ez 10 ember ingyen. Ez meg nekünk nagyon jó. Oké, hogy áll a fejlesztés? Mindjárt kész. Most hozzák hozzá a fémet, ha jól látom. Ugye ez nem az? Valahol megint támadni fognak a gyökerek. Figyelnem kell, mert lesznek bajok. Ezek mit keresnek? Standing by. Ezek nem tudom, mit keresnek itt, de... A baj, itt nem tudok ásni se, fuck. Enemy reinforcements arrived. An ally is under attack. Where shall I go?
Srácok, ez kriptálva van, bazd meg. Ide nem lehet feljönni. An ally is under attack. Ez tudja, hogy kriptálva volt. An ally is under attack. Ne vicceljünk már, ez mi a fasz? Trade complete. Érdekes volt itt. An ally is under attack. Gyerekek. Where shall I go? Enemy in sight. Milyen nincs. El kell kezdeni vonulni szerintem lassan majd, mert... Enemy in sight. Most mit nem hoznak ide be? Hozhatnák már azt a fémet. Ezt úgy hívják, hogy szopatás. Na, mindegy. Kell nekem plusz egység, plusz 10 emberért. Elkezdeni menni támadni, mert az a baj, így jönni fognak csak. Research completed. Oké, okay, kész lett a kutatás végre. Ez két i, ó, bassza meg, két i kell. Na, akkor indítsuk vissza a termelést. Erőteljes ütembe. Siege damage, az jöhet közbe. A siege damage-et addig fejlesszük. A siege damage az az, amikor az épületek ellen támadok elmenek. Na hát akkor mindjárt én is benézek oda, hogy mi a helyzet, hogyha már ilyen kedvesek. A szarági brigád. Enemy in sight. Idehozom az egységemet, mert hát ők elkezdenek jönni rám, és akkor nem fogják támadni ezeket. Viszont megvárjuk a siege fejlesztést, mert akkor a tornyokat hamarabb tudom ledöngetni. És már jönnek is. Helyes. Ready. Mentsünk egyet. Oké. Készül már, ott viszik a szeneta. És 10. Kész a fejlesztés. Mi a következő? Siege damage, ugyanaz. Szén meg fa. Bazeg, ennyi szén kell. Így, az necces lesz. Nem baj. Csináljunk még csacsit. Hello, Poppy Hull. Oké,
Oké, okay, healerekkel együtt már nem fogok embert veszíteni szerintem itt. A healereket fel lehet még itt fejleszteni, úgyhogy amikor tolnak ilyen buffot, azt is automatikusan, akkor adnak ilyen 50%-os attack bónusz. Ezt ki kéne fejleszteni, ez nagyon durva. Attack damage 50% 10 szekre. Ez... Na, most 13-ba kerül a kristály, látjátok? Nem 20-ba, úgyhogy hozatok belőle. Recruitment complete. Ez amúgy is lesz. Tomposztor, szédvözöllek a csatornán, köszi szépen a követést. Érezd jó magad. Let's get to work. Egyébként lehet azt csinálom, amit beszéltünk, hogy elkezdek itt terjeszkedni fölfele, mert ássunk egy picit. Ezt építek oda tornyokat oldalra. Úgyis már ki van fejleszve, hogy gyorsabban ássanak az embereim. Oké, okay, ez mindjárt megvan, egy szén és akkor megvan a 30% siege. Nem, ez Ubisoftos. Only egyelőre. Nem kizárt, hogy később felkerül, de most csak a Ubisoftnak a launcherén keresztül elérhető. Mik ezek? Ez is kristályfejlesztés. Ez is hú, ezek jó drága. Ezt kifejlesztjük, mert ez többet heal-el. Azért, mert azok régebbiek. Úgy kell erre gondolni, mint hogyha most jelenleg, mint a PS-nél tudod, hogy exkluzív a cím, és mondjuk egy év után bekerül lehet a másik store-okba. Most egyelőre csak a Ubisoftnál lesz. Így népszerűsítik ugye a saját sztóriukat. Ez általában mindennél így van. Oké, elvileg ez így fassa. Epiken van még? Hát az Epiken elég sok minden van, az Epiknek nagyon sok a pénze. Vigyétek már be ezt az egy szenet, könyör. Hol az az egy szén? Várom a szenet, de nem nagyon akarják hozni, mi van? Hadserekből sose elég. Ezt jó jegyezd meg. A fejlesztéssel gyorsabban csinálják a határ kiterjesztést, ez nem rossz. A tornyok nagyon megzilálnak ám pillanatok alatt. És itt szerintem több tornyot is le kell verjek majd, úgyhogy... Ja. Miért nem hozzák ide a szenet? Azt nem hiszem el. Ezért kell beállítani a raktárokon ezeket a... néha ezeket az alapcuccokat, hogy legyen, mert nem viszik ide.
tudjátok fejleszteni. Recruitment complete. Ezt nem hiszem el. Na mindegy. El kéne magam ásni ide. Jó, igazából elmegyek támadni szerintem most már lassan. Ez, az baj, hogy... fuck, hát ezt nem hiszem el. Azt addig megállítom, nem tudok mit csinálni vele. Nem viszik át a szemet. Ott viszik az oldalasta. Itt vannak a parasztok-e? Van dikója torony előtt, az de szar, húj, utálom. Enemy reinforcements arrived. Bazd meg, de hogy? Ezek ide beteleportálnak, nem értem. Vándor, szia, üdvözöllek a csatornán, köszi szépen a követést. Oké, fasz, nincsen baj. Ott hagyták a helyet és jönnek. Ó, nagyon jó, semmi baj nincs. Most már megyünk támadni mindjárt, biztos. De ezt nem hiszem már el, hogy ezt a szenát nem tudják bevinni, hát ez nem igaz. Nem lehet priót állítani neki? Nem, mi? Nem. Na ott viszi a szenát, de ezt is ide fogja behozni szerintem. Pedig hoztak már be ide szenet. Ja nem, ez nem az, nulla. Feljebb állítom. Enemy in sight. Nem tudom befejezni. Szia Northern Lines Dragon, hello! Nem tudom befejezni a fejlesztésemet. Katasztrófa. Le kell állítanom a izéket. Ezeket azt majd lesz én, nem tudok mit csinálni. Ez a hihetetlen egyébként. Itt állok már mióta a fejlesztés miatt. On patrol. Mindegy, nézzük, hogy mit tudunk elérni, azt meglátjuk. Enemy in sight. Enemy in sight. Charge! Fájni fog, tudom. Ez van. Enemy in sight.
Bár van healerem, szóval mindegy. Enemy in sight. Oké. És megvárom, még felhílelik egymást, aztán megyünk tovább. Ott már két torony lesz. Ezért kellene nekem a fejlesztés, hogy gyorsabban le tudjam őket vadalni. Na végre, köszönöm, ott a szén. Áll a jóisten, kell meg a damage. Ez 30 szén kell, meg 250 arany, az fasza. Kurva jó. I don't feel very well. Order received. Ezek nagy veszteségeket fognak szenvedni, se healerem, semmim nincs. Vagy csinálunk újakat. Hát nem akarok olyannal mókolni. Jó az így. Azt a rohadt életbe. Ha elkezdek nagyon támadni, aztán kész. Jobb ötletem nincs. Ez mi kell? Ez is pénz kell. A rohadjon meg. Ez viszont jó. A heal. Hogwarts este. Jó van, okés Gaben, jó étvágyat, kösz szépen, jó játékot. Kitartás majd a melóba, megyek én is amúgy. Oké, okay, mehetünk tovább. Research completed. Menjünk vadalni. Trade completed. I need some rest. Itt a falujuk. Enemy in sight. Enemy in sight. Enemy in sight. Enemy in sight. Erről van szó. Gyorsan hílelődjenek fel, azt megyünk tovább. Több frontról is támadunk. Our army is under attack. Támadás. Enemy in sight. Én nem tudom, miért a játék rohannak előre, amikor őnek van a legkevesebb HP-jük, de... Ha lerombolom, akkor elvileg minden hal. Enemy in sight. Visszakapják az előzőeket a rohadékok. My body hurts.
Na majd most támadjatok, szarháziak. Hogy állunk itt? Enemy in sight. Igen, még három szén, azt megvan. Még egy szén, azt visszaindítom a termelést. A fa az megvan, még egy darab szén kell, aztán jók vagyunk elvileg. Ott a széna. Erről van szó. Ezeket leigáztuk. On patrol. Mehetünk erre. Of course. Enemy in sight. Enemy in sight. On patrol. I need a break. Nincs healer, amit várni kell. Our scouts discovered a landmark. Research completed. Research complete. Na végre, köszi. Mert még egy heal ide. Én kell még valamihez. Én már nem kell semmi, ez mehet tovább a termelés. Our army is under attack. Nagy ügy. Mi a szar van? Mi a hülyék vagytok? Hát támadjatok már! Állnak, azt néznek, bazd! Oké, itt van egy torony. Research completed. Itt is van egy torony. Our army is under attack. Enemy in sight. Gyorsabban tudom lebontani most már, pedig kevesebb az emberem. Hála a kutatásnak, ugye? Pontos. Kell még pénz. Ó, ide jöttünk. Where's the healer? Be careful. Beautiful day. Enemy in sight. Enemy in sight. Támadás. Enemy in sight. Our army is under attack. Research completed. Enemy in sight. Enemy in sight. Enemy in sight. Enemy in sight. Yes. Enemy in sight. On patrol. Bekerítjük őket. Felépítesz egy gazdaságot, sereget leigázd, de hát szerintem lesz olyan küldetés, ahol majd támadni fognak keményebben az enemik, vágesz. Meg hát most azért, ez megint olyan genki, tudod, hogy... Hú, most hogy mondjam neked, ott egy Company of Heroes 2, ami tudjuk, hogy nehéz, igaz? Annak is rájöttem a titkára, és tök könnyen végbittem hardon az egészet, szóval itt azért attól is függ, hogy mennyire érzel rá. Visegrádi, szia, üdvözöllek a csatornán, köszi szépen a követést. Úgyhogy attól is függ, tudod, mennyire érzel rá a játékmenetre, mert nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez könnyű. Na, elvileg... Ezeket lerohantuk a fenébe. My people will forever be in your debt. In their name, I thank you for defending our homes today.
The last bandit forces have retreated, and I already sent a scout to discuss an exchange of captives and wounded. This was a mistake. We came here to prevent a tragedy, but at which cost? We saved many lives today. The Maru cannot afford to lose more ground to the You two can argue hogy például this ez a map, ez challenge-et felállítasz magadnak, hogy a szövetségesből ugye az utolsó izét kellett megvédeni, csak bázist. De például challenge-et állítasz fel magadnak, hogy egy bázis se halljon meg az enemy-nél, vagy a szövetségesnél. És az már gyorsan kell játszani. There is no bravery in winning a fight. The real challenge is not having to fight at all. You are right. Even though there may not have been another option today, we still should try to find other solutions. I stood on the other side of such a conflict not long ago. We all did. Let's not forget that. I will start to look around for any usable information. That will be a great help. Most tartok kizártnak, hogy majd valamelyik chapterről visszatérünk a anyaföldre, és akkor le kell igázni azt, aki minket leigázott az elején. Come get the here discuss again. Investigate the Pillage Temple of Maru. One. Egyesül a két haderő. Mennyi bányájuk volt ezeknek a szemétládáknak amúgy? Nem volt több, mint nekem. Ezek a healerek nagyon OP-k amúgy, igaz nem olcsó, de hogyha a gazdaság már áll, akkor igazából... Kilenc healer az egész sereget egybe tudja tartani, főleg ha még fejlesztesz rájuk. This looked like a pile of rubble. But there was so much more to it. The bandits must have thrown all of this out as trash when they occupied the ruins. Kifosztották a helyet. But there were so many interesting things in here. I found a few scrolls, several artifacts, and even pieces of art that mixed styles of our people and the Maru. Bár ott, hogyha katapulttal kapnak egyet, akkor bedől a mind úgy, hogy... Relics helped me to decipher the clues we found earlier. These scrolls are incredible. Translating them was so complicated because our language was mixed with an old Maru dialect. I could have never figured this out without. Ugye az őseink több száz évvel ide költöztek, vagy ide jöttek, ide vándoroltak. És most ennek a nyomait kutatja és mondja, hogy az ő nyelvük az vegyült ezzel a Maru nyelvvel, és abból jött létre az, amit ott meg kéne fejteni. There are no indications that our people ever worked together before. These scrolls are so old. Maybe you had another name for us. The scrolls tell of a group the Maru called the Travelers. Does that sound familiar? Every child knows the stories about that tribe. No. There's more. There is a place close by, a large harbor. Our ancestors came there to buy supplies for the next destination of their journey. That should be our next stop. A harbor for trade. Oké, valami nagy kikötő lesz a következő állomás, mert elvileg az őseink ott szálltak partra, és ott hozták azért is be az utánpótlás anyagokat, azt hiszem. Ellát majd meg ilyeneket. Victory is ours. No rewards for this match. Nézzük a scoreboardot. Azt mondja, hogy
Maru Village. 6600-es ekonomit csináltunk. 9000 score. Azért az miért nincs benne? Az a baj, hogy a Bandit Looters-re ez nem jó, ahogy, amit ír. Mert ez biztos, hogy több volt. Hát hányszor támadtak meg minket?